ő a horvát főkonzulasszony. Élményeiről beszél Markovics Sándor, a horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke. A szervezet idén külföldi kirándulásokat, ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamot, valamint rajzversenyt és játszóházat is tartott. A novemberi közmeghallgatáson beszámoltak a szervezet éves munkájáról, valamint a következő időszakra tervezett eseményekről. Szép és dicső dolog a hazáért meghalni. Hát ahol meghalni érdemes, ott valószínű dolgozni is érdemes. Így egy kicsit plagizálva mi is zászlónkra tűztük. Itt látható a bejáratnál, hogy szép és dicső dolog Dunajvárosért dolgozni. Ez a szellem hatja át a mi munkánkat teljes egészében. A Dunaújvárosban működő horvát nemzetiségi önkormányzat egyik célja a folyamatos kapcsolattartás külföldi egyesületekkel, valamint a Horvátországban működő magyar kisebbségi önkormányzatokkal. Nagyon jó kapcsolatunk van elsősorban a Sremska-Mitrovicai testvérvárosunkban működő magyar nemzetiségi önkormányzattal, azon kívül a Riekai tengermelléki magyar önkormányzatnak a elnökével. Továbbá tavaly vettük fel a kapcsolatot a szarajevói magyar kisebbségi önkormányzattal is. Markovics Sándor hozzátette, szeretnék megismertetni minél több emberrel a horvát kultúrát, annak szépségeit. A nemzetiségi önkormányzat december 11-én nemzetiségi nappal zárja 2015-ös évet. Az elnökségi ülés, de hát miféle?